Az olasz hatóságok a hétvégén letartóztattak 5 férfit, és 2 ellen pedig körözést adtak ki. Mind a 7 férfit azzal vádolnak, illetve azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek kelet-európai védett madarak leülésében, és ezeket aztán becsempészték Olaszországba, és ott eladták. Nagyon sok olyan utazási iroda van egyébként Olaszországban, amely direkt arra szakosodik, hogy balkáni országokban, és az olasz külügyi terminológia szerint Magyarország is ide tartozik. Szóval, hogy balkáni országokban vadásznak olyan madarakat, amelyeket nagy pénzért tudnak értékesíteni Olaszországban. Ezeket általában dupla fedelű kamionokban viszik át Olaszországba, ott aztán eladják igen nagy haszonnal, és még az ő hasznuk sem igazán nagy haszon ahhoz képest, amit az éttermi dolgozók, illetve az étterem tulajdonosok be tudnak zsebelni ezeken az állatokon. Egyébként a magyar parlament gondolkodik azon, hogy kiadatását kéri ezeknek a vadászoknak, akik feltehetően Magyarországon is lőttek le védett madarokat. A nyíregyházi önkormányzat korábban hozott egy döntést, amelynek alapján december 1-én kijelölték volna Nyíregyházán az első ottani türelmi zónát. Lakossági nyomásra azonban tegnap ismét összehívták a testületet, éppen azért, hogy a lakosság legalábbis azt szerette volna, hogy ezt a bizonyos rendeletet hatályon kívül helyezzék. Ezzel szemben viszont csak elnapolták a visszavonásra vonatkozó döntést. Éppen ezért az ottani lakosok, legalábbis azok, akiket közvetlenül is érint a kijelölendő türelmi zóna, ülősztrájkba kezdtek. Úgyhogy ha minden igaz, akkor a Lengyel Károly, a demonstráció szervezője most a vonal végén van Nyíregyházán. Háló, jó reggelt kívánok! Kedves sokorom, jó reggelt kívánok! Hányan vannak összesen, és hogyan telt az éjszaka? Hát köszönjük szépen, megvoltunk, bár a hőmérőnek a higanyszála az a 0 fok alá lement, és hát a hó is esett ránk rendesen. És mindemellett folyamatos váltásokkal együtt egy 10 ember folyamatosan tartózkodott itt a lakosságból. A lakosság, ez a település rész lakossága beosztotta magát egy ledbe, és rendesen, tehát itt voltunk egész éjszaka, és most is itt vagyunk kinn a Kossuth téren. Ugye annak idején az önkormányzat óriási többsége hozta meg azt a határozatot, amely alapján december 1-én megnyitotta volna kapuit Nyíregyháza határában ez a bizonyos türelmi zóna. Most miben reménykednek, hogy visszavonják ezt a rendeletet? Nézze, mi úgy gondoljuk, hogy jogállamban élünk, és a jogállamban szerintem úgy működnek a dolgok, hogyha a lakosságnak van egy kifejezett akarata, akkor a politikusoknak, az általunk megválasztott képviselőinknek, akik az adóforintjainkból élnek, az a feladata, hogy adott esetben igenis ismerje be a hibázott, politikus igenis tudjon akár bocsánatot is kérni, és igen, ezt várjuk, hogy vonják vissza ezt a rendeletet. Ennek a 48 órás ülősztrájknak most jelenleg ez a célja, hogy ez alatt az idő alatt üljön össze még egyszer, most már határozat és döntés képesen is ez a testület, és vonják vissza ezt a rendeletet. Igen, csak hát éppen önök választották azokat a képviselőket, akik itt nézem, pontosan 24-6 arányban megszavazták annak idején. Igen, hát a türelmi zónát. Megmondom őszintén, hogy ugye erre senki nem számított, azért sem, mert ugyan volt egy elszólás, amiből kiderült, hogy a prostituáltak érdekvédelmi szervezetével előzőleg egyeztettek, viszont a lakossággal elfelejtettek egyeztetni, tehát nekünk egy szót sem szóltak. Én magam hétfő délelőtt tudtam meg, hogy hétfő délután erről a közgyűlés szavazni fog ezen az ominózus október 29-i napon. Ön lát megoldást arra, hogy ha nem is ott, ahol önök élnek, de mondjuk máshol kijelöljék ezt a bizonyos türelmi zónát, vagy ezt úgy, ahogy van, el kell felejteni Nyíregyházán? Nézze, én úgy gondolom, hogy ezt úgy, ahogy van, el kell felejteni, de szerintem nem csak Nyíregyházán kell ezt elfelejteni, hanem mi a saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy ez a törvény, ez nem jó. És az önkormányzatok ugye vagy bojkottálják, vagy hogyha valamiért végre akarják hajtani, akkor az is kínlódás. És úgy gondoljuk, hogy ez az akció már túlnőtt helyi kereteken, és országos politikai szervezetek is, akik tudjuk, hogy ezzel a céllal valahogyan azonosulni tudnak, fel fogjuk a figyelmüket hívni, hogy
akár törvénymódosítást is kezdeményezzenek ebben az ügyben. Lengyel Károly, Nyíregyházán, köszönöm szépen. Köszönöm. Vendégem Földi Ágnes, a Magyar Prostituáltak Érdekképviseleti Egyesületének elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Úgy tűnik, hogy az utóbbi időben kevésbé hallatták a hangukat. Ez azt jelenti, hogy türelmi zónák nélkül is valamilyen módon megoldódott a helyzet, és akár itt Nyíregyházán is megoldódhat? Hát azt hiszem, hogy az országban mindenhol megoldódott a helyzet, ha ezt megoldásnak nevezhetjük. Gyakorlatilag a lányok mindenhol ott állnak az utcákon, ahol úgy gondolják, hogy védett övezeten kívül vannak. Most én azért nem értem ezt a nagy ellenállást, hiszen a türelmi zónának pontosan az lenne a lényege, hogy egy adott településen belül ne szana szétszóródva hármasával, ötösével álljanak a lányok, hanem egy területre koncentrálódjon ez az egész dolog, és csak az szembesüljön a prostitúcióval, akinek erre igénye van. Igen, de hát ezek az emberek ott élnek pontosan, ahol ki akarják jelölni ezt a bizonyos türelmi zónát. Na most az, hogy az önkormányzat ugye hol jelöli ki a türelmi zónát, ez az önkormányzatra tartozik. De tudomásul kellene venni a településnek, ha már itt a jogállamiságról beszélünk, hogy a prostituáltaknak is vannak jogaik. Ők sem másodrendű állampolgárok. Mint törvény értelmében gyakorlatilag ez egy szabad munka lett. Miért ne dolgozhatna? Az, hogy őket most rákényszerítik arra, hogy egy türelmi zónába dolgozzanak, vagy türelmi zónán kívül dolgozzanak, ugyanolyan jogaik vannak, mint bárkinek. Igen, csak úgy tűnik, hogy ugye meghozták ezt a bizonyos törvényt, azóta sem sikerült igazából kijelölni ezeket a türelmi zónákat, mint hogyha a lakosságnak mégis inkább megfelelne, és lehet, hogy prostituáltaknak is akár, hogy valójában ugyanúgy dolgoznak egy erőteljesebb rendőri mondjuk ellenőrzés mellett, mint ahogy korábban. És jobban elviselik a lakosok azt, hogy sokfelé a városban, de azért mégiscsak ritkásabban ott vannak a lányok, mint hogy egy helyen sokan. Azt hiszem, nem gondolják ezt az emberek, hogy egy türelmi zónának nem csak az a lényege, hogy egy adott területen jelennek meg a prostituáltak, hiszen ha a városban szétszorodva dolgoznak, soha senki nem tudja azt ellenőrizni, hogy mondjuk az érvényes egészségügyi könyvvel rendelkeznek-e. Mindannyiunk számára nagyon fontos dolog, ha valaki prostituált, akkor érvényes egészségügyi könyve is legyen. Ugye ezzel a lakosságot is óvjuk, hiszen az álszem ugye az úgy jelentkezik, hogy ordítunk a prostitúció ellen, és közben a férfiaknak a 80%-a felkeresi a prostituáltakat. Az összes férfiak 80%-a? Nézze, én mindig azt szoktam mondani, hogy 10 férfiből 11 azt mondja, hogy ő még soha nem vette igénybe a prostituált szolgáltatásait. Mondja meg nekem, hogy ki az a több ezer férfi, aki naponta felkeresi a prostituáltakat. Hát a lakosságnak, vagy mondjuk a Magyarországon élő férfiak 80%-a egy picit azért túlzásnak érzem, de ez az egész helyzetet, mintha egy zsákutcába mennénk folyamatosan, mert ugye van törvény, ezt mégsem valósítják meg. Mi lehet mégis a megoldás? Tehát hogyan lehet tovább lépni, miközben van egy törvény, egy szabályozás? Hát mindenképpen a megoldás, még mindig azt mondom, hogy a türelmi zónák lennének. Erre viszont úgy tűnik, az önkormányzatok nem hajlandóak. Földi Ágnes, köszönöm szépen. Én is köszönöm.